amely Cesto Howe will use the pápával Francis, meg kell tudni, hogyan lehet a város körül, hogyan lehet felismerni a városi busz és hogyan kell fizetni a fuvart, ha autóval érkezik. Vagy busszal, akkor meg kell küldeni a parkolási területek a város szélén, eljut a kolostor gyalog egy óra alatt. A pályaudvarok és Cestohaua stradom a kolostor lesz képes, hogy csak gyalog 15-20 perc, azt is figyelembe tömegközlekedés. Közlekedési Cestohaua alapján villamosok és buszok, minden tartozik a MBK, és mind a felirat a szervezetben, hogyan ismerjük fel a városi busz, szinte minden járműve fehér és vörös. A rész is szürke, vannak még buszok fehér csíkokkal, a lila és a kék, sárga és piros, vagy borított hirdetéseket, a félreértések elkerülése érdekében, ne feledje. Hogy a vonalak a nyilvánosság jelzi egy kétjegyű számot, Rúc városa számok 10-38, a helyi 53-69 nem 50. Hogyan kell fizetni az utazás, Cestohaua tovább fizetni egy útra, ami azt jelenti. Hogyha megváltoztatjuk az egyik járműről a másikra, akkor meg kell vásárolni egy másik jegyet, nevezzük őket jednorazowy. Ezek megvásárolhatók bármelyik újságosnál vagy bolt. Jegyára 3 lengyel zilogy felnőtteknek és 1,5 zilogy a gyermekek és az idősek, azt is jegyet venni a sok utazás a driver, de vigyázz, ha a busz vagy villamos késik, a járművezető nem adnak. Akkor is talál jegyet gép, de csak 3 északi belül bevásárló központ, a főpályaudvar és a déli belsejében a plázában, ez azt jelenti, hogy csak néhány parkolási zónák lesznek a közeli jegykiadó automaták. Jegyárak utazási idő, 45 perc 3,7 zilogy felnőtteknek és 1,7 zilogy a gyermekek számára, 60 perces várakozási 4,6 lengyel zilogy és a lengyel zilogy 2,3 gyermekek számára. 24 óra 10 lengyel zilotja felnőttek és 5 lengyel zilotja gyermekek számára, lásd az árlistát, térképek és egyéb fontos információkat az alábbi linkek videó, kívánok sikeres útra! Elnézést a rossz minőségű a fordítás!